Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes YouTube csatornán. Kovács Zoltán vagyok, kreatív vegán séf. Mai menünk egy ünnepi desszert lesz, egy karácsonyi finomságot fogok készíteni nektek, egy töltött almát vaníliapudinggal. Gyertek, tartsatok velem most is! Elsőként elkészítem a tölteléket. Ehhez valamilyen olajos magvat ajánlok, és a karácsonyhoz leginkább a dió illik, és hát ugye a magyar háztartásban elég kedvelt, és könnyen fellelhető, úgyhogy mindenképp ezt javaslom elsőként. Először is kiválogatom, hogy ne legyenek hártyák vagy héj darabkák benne, utána pedig durvára vágom. Meg is vagyok, közben melegítettem egy serpenyőt, és mehet bele a dió. Kicsit meg fogjuk pirítani, legyen egy kis bukéja, és a következő összetevőnk, amit még szintén hozzáadok a serpenyőhöz, az pedig egy lágy, aprószemű zappehely lesz, mehet ez is bele, és együtt szépen átpirítom a dióval. Fontos, hogy szép lassan piruljon, átforrósítom inkább, és csak enyhén pirítom, nehogy megégjen, viszont egyenletesen kapja a hőt. Amíg ez megtörténik, addig az almákat elő fogom készíteni. Egyforma, közepes, méretű almákat választottam, a fajtája majdhogy nem mindegy. Egy fontos, hogy egészséges legyen, megmostam, és utána a töltéshez előkészítem. Mindenképpen meg fogom hámozni, csak előtte vájok egy lyukat, eltávolítom a magházat. Ehhez vannak speciális szerkezetek, ami nekem most nincsen, és általában elég sok háztartásban nem lelhető fel, úgyhogy megpróbálom ezzel a kiskéssel, hegyes, éles kiskéssel kivágni a magházat. Ehhez beszúrok, megsatszolom a helyzetét, beszúrok innen, és egy négyzet alakot előkészítek. Nézzük, hogy kijön-e. Hát elindult, de nem sikerült teljesen kivágnom, úgyhogy a másik oldalról is neki megyek. Nagyjából eltávolítottam a magházat, de ez nekünk nem lesz elég, úgyhogy a késsel kicsit kitágítom itt a helyet, ugyanis szeretném betölteni az almát, és az is fontos, hogy ne csak alma legyen, hanem a töltelékből is jusson bőven bele. Körülbelül ekkora lukra gondoltam. Ha a magházat eltávolítottuk, egyszerűen egy hámozóval föntről lefele lehántom a héját, íme így néz ki, és ezt a műveletet most minden almával elvégzem. Meg vagyok az almákkal, ez a leghosszabb folyamata a receptnek, úgyhogy hál' Istennek, most már csak a szakmunka következik, méghozzá ide a tepsibe szépen behelyezem az almákat, nem is nézzük, csak 12 darab lett, úgyhogy megpróbálom precízen elosztani. Az alma elég gyorsan képes megbarnulni, ez egy oxidációs folyamat, de nem baj, mert a sütésnél úgysem fog látszani. Készítsük el a tölteléket. Ugye megpirítottam a diót a zappehellyel, szépen látszik, hogy aranysárga illatozik. Mehet is ide az üvegtálba, ízesítsük be a következőkkel. Őrölt fahéj, mehet bőven, hiszen az almához nagyon passzol. Egy csipet szegfűszeg, ez is nagyon jó, de nem szabad túlzásba vinni, mert nagyon el tudja vinni az ételt. Egy csipet vanília, tényleg csak egy kevés. Úgy, egy újbegynyi só, és egy biocitromnak a héját is bele fogom reszelni. Mi az, amit még tehetünk ebbe a fenséges töltelékbe? Hát a mazsola, ugye? Nem vagyok egy nagy mazsola fan, főleg ha sütibe, desszertbe tesszük, de mégis valamennyit azért megszavazok ebbe a finom töltelékbe. És most jön az én szilvalekvárom, az egyik legfontosabb összetevő. Ez egy szatmári szilvalekvár, jó kemény cukor nélkül készült, úgyhogy ebből kikanalazok egy jó adagnyit. Ez fogja a gerincét képezni a töltelékünknek. Elkezdem összedolgozni a magvakkal. És természetesen ez még nagyon kemény, ahogy látszik is, de ne aggódjatok, mert a következőképpen fogjuk egy picit hígítani. Egy kevés barack lekvárral,
ami természetesen lehet bármilyen lekvár, amit otthon találtok, de a barack az egy nagyon finom ízvilág, kellőképpen híg az állaga is, úgyhogy ezzel elkezdem lelazítani, és precízen kikeverni. Alakulunk, közben váltottam egy villára, sokkal könnyebben tudom elegyengetni. Úgy néz ki, hogy összeállt a töltelékünk, amint látjátok, kezd belágyulni, tölthető állapotú, szép darabos, úgyhogy szépen megtöltögetem az almákat vele. Először mindegyikbe tettem egy keveset, nehogy a végén ne jusson valamelyikbe, úgyhogy most megyek még egy kört, és teljesen elosztom a tölteléket. Pont elég is lett a töltelék a 12 szép kis almára, egyenletesen elosztottam, gyönyörűen sorakoznak itt a tepsibe, és még egy pici apróság, kókuszvirág cukorral így szépen megszórom a kis tetejüket, ez is majd hadd karamellizálódjon rá, és már mehet is a sütőbe. Amíg szép puhára sülnek az almák, addig elkészítek egy vaníliaszószt hozzá, egy kevés növényi italt melegítünk itt a láboskába, mehet hozzá egy csipet só, egy kevés vanília, egy pici kókuszvirágcukor, nem kell sok, és egy bio vaníliás pudingport fogok előkészíteni. Kevés vízzel kikeverem, és megvárjuk, még szép lassan felforr a növényi tejünk. Kezd forni a rizstej alap, úgyhogy keverés mellett elkezdem a pudingot adagolni, és folyamatosan keverem, ahogy kezd sűrűsödni. Szépen húz a puding alapunk. Most jön az, hogy egy kevés növényi tejszínnel lehet dúsítani, sejmesíteni, egy kicsit zsiradékot is hordoz magával, és ez pedig a kókusz tejszín lesz, amit egyszerűen keverés mellett elkezdek adagolni. Nem kell túl sokáig forralni, ha elértük a kívánt állagot, le is lehet kapcsolni a tálalásig. Elkészültem az ünnepi tányérdesszerttel, egy kevés baracklekváron még meglocsoltam, megdíszítettem. Szerintem ez egy méltó befejezése a karácsonyi fogásnak, asztalnak. Remélem tetszett a videó, és kipróbáljátok. Találkozunk a jövő héten. Áldott ünnepeket kívánok!